Csak úgy, mint néhány évvel ezelőtt, Majoros Bence távozásakor, ezen a nyáron is újra kellett tervezni a jövőt Nyírbátorban. Ezúttal Tölgyes Dorottya ausztriai szerződése adta az apropót. A serdülő világbajnok fejlődés érdekében az elmúlt Csonkára sikeredett idényben a legmagasabb osztályban indított női csapatot az egyesület, a jövőben azonban ismét az alacsonyabb osztályú szereplés kerül előtérbe. A két benevezett férfi csapat egyikében a legtehetségesebb lányok is játék lehetőséghez juthatnak. Úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk a női extraligás szereplésünket, elsősorban azért, mert a Tölgyes Dorottya, hogy kiment Linzbe, nincs olyan játékosunk, akinek most feltétlenül szükséges a fejlődéséhez az extraliga, valamint sajnos az a járványhelyzet az olyan helyzetbe hozta egyrészt az önkormányzatokat, másrészt a támogatókat, valamint a klubot is, hogy igyekszünk elég költséghatékonyan dolgozni, tehát amiből lehet elengedni, azt elengedjük, viszont a szakmai munkaszínvonalából meg semmiképpen nem szeretnénk, mert a Dorottya továbbra is azért nagyon sokat fog itt edzeni, azon kívül pedig nekünk még nagyon sok kis gyerekünk van, akik a jövő Tölgyes Dorottyái vagy Majoros Bencéi lehetnek, és nekünk az ő fejlődésük ugyanolyan fontos, mint az elődeiké. A Győrfi Tibor edzőközpontban május óta nagy üzem van. Júniusban Nyírbátorban edzőtáborozott a felnőtt férfi válogatott, voltak külföldi vendégek is, a helyi pingpongozók pedig minden nap ott vannak az asztalok mellett. Amióta a törvény lehetőséget adott arra, hogy a termet ki tudjuk nyitni, onnantól kezdve megállás nélkül napi két edzéssel dolgozunk, 5-6 órát dolgoznak a legjobbak, és általában 4 órát dolgoznak a kezdők. Mire az iskola megkezdődik, akkor arra azt gondolom, hogy nagyon jó színvonalon lesznek. Ami nagyon nagy érvágás volt a klubban az, hogy legalább két Németország, illetve német edzőtáborunk maradt el. Románokkal is csak 2 tudtunk megvalósítani, az utána következő 2 sajnos nem jöhetett létre, mert karanténba kellett volna, hogy kezdjenek. Hát ez most egy ilyen helyzet, ezt megpróbáljuk túlélni, mert más nem lehet, futunk előre, amennyire csak tudunk. Nyilván, hogy a jogszabályokat meg maximálisan betartjuk. Tölgyes Dorottya az egyéni versenyeken nyírbátori színekben áll majd asztalhoz. A szeptemberi időpontra eltolt ifjúsági Európa-bajnokság végül elmarad, az országos bajnokságot azonban megrendezik. A nemzetközi versenynaptár pedig a koronavírus járvány függvényében állítják majd össze a szövetség illetékesei.